Élhető város. Debrecen jövőjét meghatározó fejlesztések indulnak a következő években a kormány támogatásával. Egyre népszerűbb. Már több mint 23 ezeren váltották ki a többféle kedvezményre jogosító Debrecen városkártyát. Csak nem 8 ezer látogató. 335 program várta eddig az érdeklődőket a Szent Anna utcai egészségfejlesztési központban. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó. Január 11-én, csütörtökön már is jövünk a friss hírekkel. További jelentős debreceni infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről folynak egyeztetések kormányszinten. Lázár János építési és közlekedési miniszter a korábban megítélt forrásokkal együtt 700 milliárd forintos beruházásokról beszélt keddi tájékoztatóján. Ezzel kapcsolatban Paplászló polgármester a Közügy Extra című műsorunkban azt mondta, Debrecen a régió egy olyan nagyvárosa lesz, ahol úgy kell megteremteni az élhetőség alapfeltételeit, hogy erre az évszázadra kiszolgálja azokat, akik itt szeretnék leélni az életüket. Debrecenben tavaly elkezdődött a régen várt 22 kilométeres keleti elkerülő út előkészítése, és egyebek mellett számos csomópont kapacitásbővítő beruházásáról is döntött a kormány. A már megkötött támogatási szerződések tükrében 350 milliárd forintnyi fejlesztésről született eddig döntés. A héten pedig újabb, ugyanekkora összegű beruházásokról egyeztettek a szakemberek. Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt kedden Debrecenben, hogy azt szeretnék, ha a Kárpátoktól délre Magyarország lenne a legerősebb ország, a régióban, amelyhez erős vidéki központokra van szükség. Az itt zajló gyárfejlesztésekhez pedig olyan infrastruktúrát kell kialakítani, ami képes kiszolgálni az igényeket. Egy olyan város szeretnénk Debrecenből építeni, mint amilyen Németországban Hamburg vagy München. Debrecen legyen a legerősebb ebben a régióban, a kelet-kárpát-medence fővárosa, és gazdasági központja. Debrecen gazdasági fejlődése igényli az infrastruktúrális fejlesztéseket, hiszen az elmúlt években két új ipari parkot is kialakítottak. Ezek további fejlesztése mindenképpen napirenden van. Erről már Paplászló beszélt a szerdai közügy extra című műsorunkban. A polgármester úgy fogalmazott, Debrecen egy olyan nagyvárosa lesz az országnak, a régiónak, ahol most kell megteremteni az élhetőség alapfeltételeit. Olyan közlekedési rendszert, közösségi közlekedést és egyéni közlekedést, úthálózatot, zöld felületeket, parkosítást, ugye a környezeti kérdéseket most kell úgy fixálni, hogy erre az évszázadra, tökéletesen ki tudja szolgálni mindazokat, akik azt mondják, hogy Debrecenben szeretnék leélni az életüket. Pap László arról is beszélt, hogy szükség van az új munkahelyek betöltésére, ami kulcsfontosságú Debrecen jövője szempontjából. 18 ezer új álláshely jött létre a városban az elmúlt években. A polgármester hangsúlyozta, hogy ezek fele már be van töltve magyar munkaerővel, és ez segíti majd a továbbiakban például a Debreceni Szakképzési Centrum is, ami szintén jelentős fejlesztések előtt áll. Debrecenben kiemelt fejlesztési terület az önkormányzati oktatási nevelési intézmények energetikai korszerűsítése. 18 ilyen zöld fejlesztés valósult meg az elmúlt években, amelyek összességében 4500 tonnával csökkentik a széndiokszid kibocsátást évente. Egyúttal jelentős energia és költségmegtakarítással járnak. Az önkormányzat a fenntartható városfejlesztési stratégiának megfelelően tovább folytatja az intézmények korszerűsítését. Igazi zöld óvodává változott a hét a város legzöldebb lakótelepén, a Tócós kertben. Két hónappal ezelőtt fejezték be az Angyal földtéri Intézmény teljes körű energetikai korszerűsítését, amely során a legmodernebb technológiai megoldásokat alkalmazták. Hőszivattyút és napelemeket is magában foglaló komplex intelligens energetikai rendszert építettek ki padlófűtéssel és energiatakarékos világítással. Az egész épület hőszigetelést és korszerű nyílászárókat kapott. Az önkormányzat zöld törekvéseivel összhangban energiatakarékos környezetbarát intézményé vált a 200 gyermeket nevelő tócos kerti óvoda, amelynek mottója testi-lelki egészség egészséges környezetben. Az egészséges környezetet eddig is igyekeztünk nyilvánvalóan megteremteni a gyerekeknek, a gyerekekkel és a szülőkkel. Én azt gondolom, hogy most egy ilyen fenntartható, jövőbe mutató épülettel itt pontot tettünk ennek a mottónak a végére. Ez a több mint fél milliárd forintos fejlesztés csak egy az intézmények energetikai korszerűsítéseinek sorában. Az óvodák csak nem kétharmadát már korszerűsítették, és összesen 18 ilyen zöld fejlesztés valósult meg az elmúlt években több mint 5 milliárd forintból. Jelentős energia megtakarítást és nagymértékű széndiokszid kibocsátás csökkentést eredményeznek az eddigi intézményi energetikai korszerűsítések összesen 4500 tonna széndiokszid kibocsátás csökkenéstől, csökkenés sikerült elérni a városban évente, ennyivel kevesebb szindioxid került tehát a Debrecen levegőjébe, és ezáltal a környezetvédelmi szempontból is pozitív lépéseket tettünk. A fenntartható városfejlesztési stratégiával összhangban folytatódik az oktatási nevelési intézmények korszerűsítése. A Debrecen 2030 programban a tervek szerint 4,5 milliárd forintból további 16 intézményt, iskolát, óvodát és bölcsödét újít fel az önkormányzata a következő időszakban. A rászorulókon segít majd a város karácsonyfája. A főtér karácsonyi égkövét ma bontották le a debreceni hivatásos tűzoltók. A fatörzset a Dekert Nonprofit Kft. munkatársai aprították fel. A faanyagot szociális tűzifaként osztják majd ki a rászorulóknak. Diszek nélkül maradt a város karácsonyfája. Az impozás fenyőt sokan megcsodálták az elmúlt hetekben. Van, aki szerint a főtérei darabig biztosan üresnek tűnik majd nélküle. Hát nagyon szép volt, Uh, hát sajnálom, hogy elbontották minden esetre. Kár érte. A 21 éves, 14 méter magas fenyőt a debreceni hivatásos tűzoltók bontották le ma délelőtt. A tartották a helyén, így a tűzoltóknak már nem volt darúra szükség, egyszerűen csak kivágták, motoros láncfűrészsel elvágták a talp fölött egy kicsivel a törzsét, majd utána elborították oldalra, és most pedig darabokra vágják a könnyebb elszállítás érdekében. A tűzoltók a gajakat eltávolították a fatörzsről, majd a deker telep szállították. Itt aprítás után tűzifa lesz a város fájából, amivel a rásztrulókon segítenek. 150 család részesült lakhatási támogatásként nyújtott tűzifában. Körülbelül 50 család volt, aki krízis tűzifát kapott, és most ugye vörös kódot kaptunk. Ez azt jelenti, hogy a szociális osztályról, tehát ez pont ma reggel jött be ez az e-mail, már a mai nap folyamán is kaptunk krízis tüzifa címet, amit a kollégák már ki is vittek. Tavaly több mint 400 tonna fát osztottak ki a rászorulóknak. A krízis tűzifát a hideg idő miatt folyamatosan szállítják a megadott címekre a dekert munkatársai. Pénteken érkezik a bankszámlákra idén az első nyugdíj, amely már emelt összegű lesz. A kormány 6%-os nyugdíjemelést hajtott végre. Ez azt jelenti, hogy az ellátásra jogosultak átlagosan több mint 13 ezer forinttal kapnak többet, mint decemberben. A januári emelés az öregségi özvegyi szülői nyugdíjra épp úgy érvényes, mint például az árva vagy a rokkantsági ellátásra. Idén is lesz 13. havi nyugdíj, azt a februári ellátással kapják majd készhez az érintettek. A 2023 évi infláció nagy mértékben megnehezítette az életünket, főleg a nyugdíjasok életét, és természetesen nagyon vártuk is már a nyugdíjemelést. És ez a nyugdíjemelés, ugye novemberben történt egy 3,1%-os visszamenőleges nyugdíjkiegészítés, és ehhez jött a januári 6%-os nyugdíjemelés, amely amelyet nagyon vártunk már. Több mint 70%-kal több városkártyát váltottak ki a debreceniek 2023-ban, mint az azt megelőző évben. Az elfogadó helyek száma folyamatosan nő. A kártyát menedzselő turisztikai szervezet jelenleg is a szolgáltatások bővítésén dolgozik. Az idén négy éves program mintájára indul áprilistól a Junior debrecen városkártya. Az akvatikum strand után tavaly májusban a termálfürdő is csatlakozott a városkártya elfogadó helyekhez. Itt évente 200 ezer vendég fordul meg, több mint 70 százalékuk debreceni. A csatlakozás hatására a városkártyával az egynapos belépő ára 15 kal csökkent, a bérlettel rendelkezők pedig akár 30%-os kedvezményt is kaphattak. Megnéztük természetesen nem csak a régió, hanem az ország nagy jelentős fürdőit is. Azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező árfekvést tudtunk kialakítani -e ezzel a konstrukcióval. A négy éve indult Debrecen városkártya célja, hogy az itt élők kedvezményesen vehessenek igénybe minőségi helyi szolgáltatásokat az éttermi fogyasztástól a szabadidős programokon át a vásárlásig. Az elfogadó helyek száma folyamatosan bővül, jelenleg meghaladja az 50-et. A kártyát már több mint 23 ezeren váltották ki. Tavaly elindult a szolgáltatás Facebook oldala, a kártya tulajdonosok hírleveleket is kapnak a legfrissebb információkról. A Városkártyát menedzselő turisztikai szervezet a juttatások bővítésén dolgozik, akár városon kívüli akciókkal. Ilyenre tavaly is volt példa a Tisztatavi Ökocentrummal is egy közös együttműködés keretében a Városkártya tulajdonosoknak hétvégét szerveztünk az Ökocentrumban. Emellett a tavalyi évben 3600 darab városkártyát adtunk el, ami a 2022-es számokhoz képest egy több mint 70%-os növekedés jelent, ami azt bizonyítja, hogy szükség van a városkártyára, és a debreceniek szeretik a városkártyát. A Debrecen városkártya mintájára junior kártya is indul áprilistól. Ezzel a 14 éven aluliaknak ingyenes lesz a helyi tömegközlekedés, és különböző kulturális intézményektől, vendéglátóhelyektől kaphatnak kedvezményt. A junior kártya használatára nem debreceni, de a városban tanuló fiatalok is jogosultak lesznek. Hónapról hónapra egyre többen keresik fel a Mozdulj Debrecen mozgalom Szent Anna utcai egészségfejlesztési központját. A mintegy száz napja működő centrumban a mozgásra ösztönző programok mellett a gyerekek játékos fejlesztésére és számos egészségügyi szűrővizsgálat elvégzésére is lehetőség van. A központ januárban tovább bővíti programjait. Debreceni kisiskolásokat fogadott délelőtt a Szent Anna utcai egészségfejlesztési központ. A Benedekelek általános iskola első B-osztályosai úgynevezett komplex mozgásfejlesztésen vettek részt. Volt ilyen, ö, amit kiraktak ilyen kígyót, és azon egyensúlyozni kellett. Akadálypályáztunk, és én nagyon jó, jól csináltam. A játékos ügyességi feladatokra azért van szükség, mert a szakemberek tapasztalatai szerint különösen a városi gyerekek nem mozognak eleget a különböző mozgásszervi problémák pedig már ebben a korban is jelentkezhetnek. A központ látogatottsága folyamatosan nő, egyre többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon és az egészségmegőrző programokon is. A belvárosban létrejött egy olyan egészségház, amit mindenkinek nagyon a szeretettel ajánlunk, és az eltelt három és fél hónap is mutatja azt, hogy az igény folyamatosan nő, hisz 335 programot szerveztünk a három és fél hónap alatt, és több mint 7700-an tisztelták meg minket a látogatásokkal. A programok a mozgásfejlesztéstől a szenior örömtáncon át a frissítő tornáig terjednek. Emellett számos, speciális foglalkozást is szerveznek a debrecenieknek. Már a várandóság időszakától szülésfelkészítő kismama szülőklub, a gyermekeknek fejlesztő foglalkozások, külön kiemelnénk az állatasszisztált foglalkozást, ami nagyon megnyitja a gyermekeket és növeli a motivációjukat, oldja a szorongásukat. Ugyanígy nagyon-nagyon fontos a szenzormotoros torna és fejlesztés. A központ sikerét az is mutatja, hogy a mozdulj Debrecen mozgalomban megismert jóga és gerinctorna, most már olyan népszerű, hogy a résztvevők számának emelkedése miatt meg kellett többszörözni az eredetileg tervezett foglalkozások számát. Az ingyenes programok városkártyával érhetők el. Újabb érdekességeket tudhatnak meg a látogatók a cívisek életéről a Déri Múzeum állandó kiállításán. A cívisek világa tárlata nyáron nyílt, de folyamatosan egészítik ki újabb időszakosan látható műtárgyakkal. Nemrég egy numizmatikai tárlatot mutattak be, ehhez kapcsolódik jövő héten az Erdélyi Pénzek a Déri Múzeumban című katalógus. A Modern Genius program támogatásával készült helytörténeti tárlaton, modern terekben, digitális kiállítás támogató programmal és izgalmas rövid filmekkel mutatják be a debreceniséget, a cívis értékeket. A hét fejezetből álló kiállításon a többi között a városi asodásról, a földművelésről, a korabeli mesterségekről, vagy éppen a katolikusok és a reformátusok viszonyáról is sok érdekességet megtudhat a közönség. Nemrég nyílt a helytörténeti részhez kapcsolódóan egy idővonalat bemutató kiállítás is. Két dolgot mond el elsősorban. Az egyik az, hogy milyen események húzódtak végig Debrecen történetében párhuzamosan más egyetemes történeti eseményekkel, és megmutatja, hogy éppen aktuálisan milyen uralkodók is voltak ekkor hatalman, és ezt egy numizetikai tárlattal teszi. Uralkodóknak a talér típusú vereteit mutatjuk be. Junior Európa bajnok irányítóval pótolja Vámos Petrát a DVSC Seffler kézilabda csapata. Tóth Nikolett nyáron csatlakozik a kerethez. A fiatal irányító a Ferencváros saját nevelésű játékosa, de 2022 nyara óta Moson Magyaróváron játszik kölcsönben. Ebben a szezonban 12 bajnokin 33 gól szerzett. A Moson Magyaróvár DVSC elleni októberi sikeréből 7 góllal vette ki a részét. A 22 éves játékos a francia Metzbe igazoló magyar válogatott irányítót, Vámos Petrát pótolhatja a Lokinál. Tóth Nikolett játékjogáért nem kellett fizetnie a debrecenieknek. A jelenlegi szezon végén ugyanis a Moson Magyaróvári kölcsön és a Fradinál élő szerződése is lejár. A Lokihoz két évre, 2026 nyaráig írt alá. Eddig tartott a csütörtöki DTV híradó. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálunkon és közösségi oldalainkon. Legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket friss hírműsorra. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!